Budapesti Merényi Kórházban készült szerda este. Üres székek a kórház sürgőségén, alattuk hatalmas pocsoja. A poszt szerint nem más, mint szennyvíz. A fotót egy nő tette közzé, adatlapja szerint Arató Gergely dékás politikus felesége. Azt írja, állt a szennyvíz a sürgőségi folyosóján, és lehet, hogy a sterilizálóban is borzalmas bűzről panaszkodott. Évfél előtti újabb posztjában még mindig folyt a szennyvíz. A bejegyzés hatalmas felháborodást váltott ki, pillanatok alatt terjedt a közösségi oldalon. Ma estig több mint tízezren megosztották, és több mint hétszázan kommentelték. Kormánypártiak és ellenzékiek szapulják egymást, a viták pedig szinte minden esetben eldurvultak. Stadionokban biztos nincs csőtör és tolvajbanda, írja az egyik kommentelő. Ugyanilyen állapotok voltak tíz éve is, akkor hol sipítosztál, bolsi ivadék. Húzza p***ába Izraelbe, nekünk jó ez a mostani kormány. Nyilvánvaló, hogy a soros hálózat terve volt. Többen azt kifogásolták, hogy a kormány szíriai kórházakat támogat a magyarok helyett, sokak szerint csak a stadionokra van pénz. A másik oldalon azért emelték fel szavukat, mert szerintük a dugulás nem a kormány hibája. Volt, aki felvetette, hogy vízszerelőt kellene hívni. Erre többen rögtön nekiestek, ime az egyik komment. A gázos már milliárdos, most még egy vizest is akartok. A mondatot itt is káromkodással fejezték be. Ezek a felvitelek ma délelőtt készültek a Merényi Kórház sürgősségi ilyen rejtett kamerával. Jól látszik, ma már újból tele volt a folyosó betegekkel, sérültekkel. A folyosó végén már csak ez a csúszás veszélyre figyelmeztető tábla emlékeztet a korábbi problémára. A női mosdóba lépve egy félig bedugott csövet találunk, valószínűleg ez okozta, hogy kifolyt a szennyvíz. A kórház orvosigazgatója azt írta az RTL híradónak, hogy a traumatológiai osztály sürgősségi ambulanciáján csatorna dugulás volt, amilyen gyorsan csak lehetett megoldották a problémát, majd fertőtlenítettek és takarítottak, ez alatt az idő alatt a betegellátás szünetelt. Bánhidrilla, RTL híradó, Budapest.